A december 7-i kormány döntés értelmében idén szilveszterkor is kijárási tilalom lesz érvényben. Az állatvédők örülnek, hogy elmaradnak a központi tűzijátékok és az azt kísérő fény és hanghatások. Évek óta kampányolnak ennek betiltásáért, ilyenkor ugyanis rengeteg kutya szökik el otthonról és sérül meg a következő napokban az utcákon. Nagyon örülünk annak, hogy elfogad a nagy-nagy városi tűzijáték, nem azért, mert sajnáljuk a szórakozást az emberektől, hanem úgy gondoljuk, hogy talán végre nyugalomban tölthetünk egy szilvesztert, már állattartás szempontjából, viszont nem vagyunk azért 100%-ig nyugodtak, hiszen őszinte leszek, a legnagyobb problémát soha nem az a fél órás éjfél körüli városi tűzijáték okozza, hanem azok a kisebb tűzijátékok, petárdák, amik ugye a családi házaknál vannak, illetve a lakót telepeken, tehát amit az emberek a saját maguk szórakoztatására megvásárolnak és eldúrogtatják. Ilyenkor az állatok nagyon megrémülnek, ugye az erős fény és hanghatások miatt előfordulhat, hogy rohamokat kapnak, hogy nem tudják hová tenni ezt az egész dolgot, ezért megszöknek, üvegajtókat törnek át, felakadnak a láncokkal kerítésekre. Ilyenkor nagyon-nagyon sok kutyát elveszítünk sajnos, nyilván nem a menhelyen, hanem ugye a gazdás kutyákról beszélünk, úgyhogy mi bizakodással tekintünk most ez elé a szilveszter elé. Mind a kertben, mind a lakásban tartott kutyáknál problémát tud okozni egyébként a tűzijáték. Nem csak a hangok, az állatok számára furcsa fények is veszélyesek lehetnek. Az arra érzékeny négylábúak ezektől akár epilepsziás rohamot is kaphatnak. Novák Éva elmondta, tudnak olyan esetről, amikor az eltépett lánccal felakasztotta magát a kutya a kerítésre, de volt olyan is, hogy panellakás erkélyéről ugrott le. Ezért vannak olyan városok, ahol a koronavírustól függetlenül már korábban betiltották a tűzijátékokat. Elsőként, ha emlékeim nem csalnak, akkor talán Tatán vezették ezt be, ugye a Tata a vizek városa, és ott ugye a vízimadarak védelmében született első körben ez a rendelet. Ezeket a tűzijátékokat ugye ezeken a helyeken fényjátékokkal, lézersóval pótolják. Azt gondoljuk egyébként, hogy ez is egy nagyon látványos dolog, és mi nagyon szeretnénk egyébként, hogyha egyre többen, több város csatlakozna ehhez. Ugye őket követte egy csomó másik város, akiknek a polgármesterei úgy döntöttek, hogy innentől kezdve próbálják ezt valahogy másképp megoldani. Nem csak a kutyák és a macskák védelmében, hanem nagyon-nagyon sok állat van a természetben, akiknek szintén óriási sok hatást okoz. Például a madarak, vagy az őzek, akik ugye szabadon élnek, tehát az ő számukra is egy sokkoló dolog ez a tűzijáték. A nyugtató hatású készítmények alkalmazását ajánlják a szakemberek a baj megelőzésére. Azonban arra felhívják a figyelmet, hogy soha ne használjuk a szedalin pasztát, amelyet néhány oldalon előszeretettel ajánlanak. Ez ugyanis bár valóban bebódítja az állatot, ennek ellenére az mindent hall, lát és érzékel, vagyis a paszta nem segít neki nyugodtan átvészelni az éjszakát. Az egyéb gyógyhatású készítmények használata előtt is egyeztessünk állatorvossal, nincs-e valamelyik összetevőre érzékenysége vagy allergiája az állatnak.